Folytatta megyejáró tájékoztató napját a civil közösségi szolgáltató központ. Ezúttal Tiszavasváriban, ahol több mint 60 civil szervezet tevékenykedik az egészségügytől a sporton át a kultúráig minden ágazatban. A polgármester azt mondta, korábban csak egy-két szervezet fért hozzá a pályázati pénzekhez, 2019-től viszont sokkal több lehetőségük van ezek elnyerésére. Ráadásul már jótékonysági bált is rendeznek évente, amelyből maximálisan 200.000 forintot kaphat egy-egy szervezet. Amit megörököltünk az előző városvezetést, az egy 100.000 forint volt, igen, jól hallják a kedves nézők, 100.000 forint volt a város civil alapjában. Ezt mi feltöltöttük az első civil bál bevételéből 1.400.000 forinttal, nagyon-nagyon sokan jótékonykodtak, részt vettek a bálon, és ez egy ilyen alapot képzett. Ezt szét is osztottuk 2019-ben, és 2020-ban már 1.600.000 forintot sikerült összebálozni, ennek a kiosztása még folyamatban van. A térségben Tiszavasvári mellett Tiszalök rendelkezik városi ranggal, a többi település közösségi címmel. A pályázati lehetőségekből azonban ezek a települések sem maradnak ki. Az országgyűlési képviselő elmondta, mindenhol egyre intenzívebb a civil élet. Az 5000 fő alatti települések Tiszadob, Tiszadada, Szorgalmatos és Tiszaeszlár pályázhatnak a Magyar Falu Program civil alapjára. Ez most indul be egy 5 milliárdos programmal, országosan 5 milliárd forint. Pontosabban nem is falubuszra, hanem közlekedési járműre, vagy ingatlanra, vagy épületre nyújthatnak be pályázati forrásra igényt, és úgy gondolom, hogy ez nagyon népszerű ebben a megyében és ebben a járásban is háromszoros-négyszeres a túljelentkezés. A civil szervezetek számára kiírt nemzeti együttműködési alap pályázatai 2020 őszén, várhatóan októberben jelennek meg. Ennek célja, hogy a 2021-es programokat minél hamarabb elindíthassák a szervezetek. Jelenleg 2021. évi költségvetésben 9,3 milliárd forint áll rendelkezésekre a civileknek. Ez a forrás működési és szakmai programokra egyaránt felhasználható. Két pályázat keretében, az egyszerűsített pályázat, amikor maximum 300.000 forintra pályázhatnak a civilek, és viszont egy sokkal egyszerűbb döntési folyamat van, és sokkal inkább biztos a pályázatnak a sikere. Tavaly 93%-os volt a nyerési arány, míg az összevont pályázat esetén sokkal nehezebb pályáztatási rendszer van, de sokkal nagyobb összegekre lehet pályázni. Ez idén akár 3-5 millió forint is lehet, amely hatalmas segítséget jelent egy kis településen tevékenykedő civil szervezet számára. Nem csak az aktuális év programjainak megszervezése válik lehetővé, hatékony gazdálkodással a hosszú távú működést is biztosíthatja ez a támogatás.